estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják január 18-án szerdán este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. A mezőgazdaságban szeretne dolgozni a sátoraljóújhelyi polgármester ösztöndíjasa. Költségvetés és tervezés, Abaúj és Zemplén polgármestereivel egyeztetett Dugai Miklós államtitkár. Kezdetét vette Sátoraljóújhelyen is az ökumenikus imahét. A mezőgazdaságban képzeli el jövőjét Orosz Márk, aki Sátoraljóújhely polgármesterének, Szamosvegyi Péternek ösztöndíjában részesült az új év első hónapjában. A Georgikon Görög Katolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum szakképző iskola és kollégium diákja tudatosan készült arra, hogy ezen a területen élethivatásként dolgozzon. Saját vállalkozás indításában is gondolkodik már. Tanárai szerint tanulmányi eredménye mellett jelleme is példaértékű lehet mások számára. A Georgikon Görög Katolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum szakképző iskola és kollégium 12. B. Agrárgépész szakgimnáziumi osztályának tanulója Orosz Márk. Másodszakmaként választotta ezt a képzést, mert a mezőgazdaságban képzeli el a jövőjét. Elsősorban az agrárgépészetet szereti. Tavaly Franciaországban járt az Erasmus programnak köszönhetően, ott is ilyen irányú tapasztalatokat szerzett. Kreativitása, példamutató magatartása és tanulmányi eredményeinek köszönhetően a középiskola most őt jelölte a polgármester ösztöndíjára. Már óvodás korom óta érdekel a traktor és a mezőgazdaság, és ahogy telt az idő, ez az érdeklődés fennmaradt a számomról, és így is jelentkeztem a Sátoraljóújhelyi Georgikon suliba az agrárgépész technikus képzésre. Engem megfogott a környék, szeretek vidéken élni, mezőgazdaságban szeretném dolgozni, és lehet, hogy én is alapítok egy vállalkozást. Márkban az fogott meg, hogy ő olyan eltökélt szándékkal jött 4 évvel ezelőtt beiratkozásra, hogy volt már egy versenyképes szakmája, de szerette volna megvalósítani gyerekkori álmát, hogy mezőgazdaságban dolgozhasson, traktort vezethessen, és ő határozottan tudta, hogy mi szeretne lenni. Célját mindvégig 4 éven keresztül követte, jelenleg már megvan a traktoros jogosítványa, tavaly megszerezte, és mindvégig úgy nyilatkozik, hogy a technikusi pálya megszerzése után a szakmában szeretne elhelyezkedni, Bodrog közben, onnan, ahonnan származik, Karcsáról. Az iskola igazgatója elmondta, a minőségi szakmai oktatása a legfontosabb az intézmény számára. Nagyon örülök annak, amikor ilyen diákokat lehet egy kicsit példaképként állítani a többiek elé, hiszen nagyon fontos dolog lenne az, hogy ezen a területen, ezekben az ágazatokban, a mezőgazdaságban és élelmiszeripari ágazatokban is ilyen tehetséges diákokat tudjunk. És azt látom, hogy nagyon sok fiatal fiúnak az az álma, hogy tényleg ilyen gépekbe ülhessen, hogy ebben dolgozzon, aztán lassan elkopnak ezek az álmok. És azért is jó ez, hogy vannak azért fiúk, akik fölmerik ezt vállalni, hogy az álmaikat megvalósíthassák. És azt látom, hogy Márk esetében, aki olyan fiatal emberrel ismerkedhettem meg, aki nem csak álmodozik, hanem tesz is azért, hogy ezek az álmok megvalósuljanak. Én nagyon büszke vagyok. Szamosvegyi Péter polgármester szerint az egyik legfontosabb cél, hogy az ösztöndíjjal azokat a fiatalokat is támogassák, akik itthon képzelik el jövőjüket. Én azt hiszem, hogy a Márknak a döntése, a pályaválasztása egy nagyon jó gondolat, hiszen a mezőgazdaságnak és a mezőgazdasági gépészetnek óriási kifutása van és óriási jövője. Meg kell nézni, a Bodrog közben még 15 évvel ezelőtt rengeteg parlagon lévő terület volt. Most, ha elmegyünk Lácacsékéig vagy Ricséig, szinte nem látunk ilyet. Tehát a nagy gazdaságok erősödnek, épülnek, és ehhez szakemberekre van szükség. De itt van a Tokajhegyalja a maga szőlőtermesztésével, és egyre több helyen pedig megjelent a gyümölcsös, a hegy közben már régóta, de már egy jó évtizede szintén a Bodrog közben is, és a hegyalján is. Ennek az az eredménye, hogy a szakemberekre, a jó munkaerőre szükség van. A 2022-2023-as tanév végéig több diák részesül majd ilyen támogatásban. Abaúj és Zemplén, azaz 98 település polgármesterét, jegyzőit és pénzügyi vezetőit hívta egyeztetésre dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. A 2023-as önkormányzati költségvetés tervezéséhez figyelembe veendő lehetőségekről kaptak információkat az érintettek. Ezzel együtt Dukai Miklós önkormányzati államtitkár is felhívta a figyelmet azokra a hamarosan megjelenő támogatási formákra, amelyeket majd igénybe vehetnek a települések, elsősorban megnövekedett költségeik csökkentésére.
Már tavaly ősszel látszott, hogy a települési önkormányzatoknak kiegészítő támogatásra lesz szükségük ahhoz, hogy a megemelkedett rezsiköltségeket fizetni tudják. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár emlékeztetett, hogy még tavaly ősszel lakosságszám alapján és feladatellátás kapcsán több kategóriát is felállította. A kormány hozott egy döntést olyan tekintetben, hogy a 10 000 alatti önkormányzatok és a 10 000 fölötti önkormányzatok is kapnak az energiaügyek miatt kompenzációt. 5 olyan feladatot választott ki a kormányzat, ami a legfontosabb közszolgáltatások közé tartozik, és azokhoz az a önkormányzati és állami érdek is fűződik, hogy minél inkább fönntartsák az önkormányzatok, ilyen a bölcsöde, óvoda, közvilágítás, a közétkeztetés és a szakosított szociális ellátások, ezek közé a bentlakásos idősek otthona, a hajléktalan ellátás és a gyermekotthonok tartoznak. Ezeknek az ellátását minden körülmények között kérjük az önkormányzatoktól, hogy valósítsák meg, és ezekhez a feladatokhoz kaptak az önkormányzatok támogatást. A 10 000 fő alattiak kaptak összességében 32 milliárd forintnyi többletfinanszírozást, a 10 000 fölötti önkormányzatok pedig 44 milliárd forintnyi többlettámogatást az idei évben. Ez havi rendszerességgel egyelő részletekbe elosztva kapják az önkormányzatok, és így tudják tervezni a saját büdzséjüket, így tudják tervezni a saját helyzetüket. A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy nem kizárt, hogy az év folyamán kapjanak még támogatást az önkormányzatok. A további elsősorban pályázati lehetőségek is elhangzottak. A már hagyományos év elejei találkozóra éppen ezért nem csak a polgármestereket hívták, hanem a jegyzőket és pénzügyi vezetőket is. Ahány önkormányzat, annyi probléma, azon túl is, hogy ugye vannak egyen problémák, minden önkormányzatot érint, ugyanakkor vannak egyéni kérdések, a világítástól kezdve a fűtésen át, a kamerarendszer működtetésen, a kötelező feladatellátás, vagy a önként vállalt feladatellátáson túl. Tehát úgy hiszem, hogy hasznos volt ez a mai konzultáció. Sátoraljaújhely azok közé a települések közé tartozik, amely átfogó intézkedési tervet alkotott a megemelkedett költségek csökkentésére. Mi igyekszünk minden lehetőséget megragadni, mint ahogy az a jó pontból álló intézkedési terv is, vagy csomag jelenti, amit már az elmúlt éven megtárgyaltunk, hogy hogyan tudunk takarékoskodni, hogyan tudjuk racionalizálni a költségeinket, illetve hogyan tudunk plusz forrásokra szert tenni. Ugye ennek egy első fejezetén túl vagyunk, hiszen a év első napjában született döntés alapján kapott támogatást Sátorai Város önkormányzata. Most államtitkár úrral volt lehetőségünk egy picit konkrétabban is beszélgetni erről, lesz ennek folytatása, és örömmel konstatáltuk, hogy a 2023-ban esetékes minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez szükséges kiegészítő támogatást meg fogják kapni az önkormányzatok. Én azt gondolom, hogy ezek a döntések jó irányba viszik a települések helyzetét. A fórum keretében kérdéseket is feltehettek a településvezetők. Tegnap este vette kezdetét Sátoraljaújhelyen is az ökumenikus ima hét. Ennek első ima alkalmára a Nagyboldogasszony piarista templomba várták a híveket. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok együtt imádkoztak a Krisztus hívők egységéért. Ma este 18 órakor a Szent Miklós püspök görög katolikus templom adott otthont az újabb közös imádságnak. Aki pedig szeretne még részt venni az ima héten, az csütörtökön, pénteken és szombaton is megteheti esténként 18 órától. Az ökumenikus imahét kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a Krisztus hívők felekezeti hovatartozás nélkül együtt imádkozzanak. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra. Ennek jegyében a hagyományos egyházi ima alkalmak Sátoraljaújhelyen is kezdetét vették, és egészen szombatig, azaz január 21-éig, esténként 18 órától mindig más-más templomban adnak lehetőséget a közös lelki együttlétekhez. Jóisten előtt kérik azt a kegyelmet, amiért az Úr Jézus már mennyei atyához az utolsó vacsorán imádkozott, hogy akik benne hisznek, azok egyek legyenek. És hát erre figyelünk koncentráltan, lelkipásztorok, hívek, egy ilyen városban, mint Újhely, ahol több felekezet is működik. A kölcsönös figyelem, jó indulat, szeretet vezérel bennünket, illetve Isten igéje mutatja az utat, hogy mind kell járnunk, melyek azok a gondolatok, amelyek mentén előre haladhatunk a keresztény tanúságtételben.
A Nagy Boldogasszony piarista templom adott helyet a nyitó eseménynek, majd szerdán a Szent Miklós püspök görögkatolikus templom volt annak soron következő helyszíne. Csütörtökön az evangélikus, pénteken a református templomba várják a híveket. De nem csak nekik, hanem a lelki vezetőknek is ez egy kiváló alkalom arra, hogy közösen hirdessék Isten igéjét, hangzott el az esemény kapcsán. Mindenképpen olyan értelemben, hogy egy felülés. Azt gondolom, hogy Jóisten most különös módon megtervezte, vagy vezette, nem tudom, hogy mi a jobb kifejezés az, hogy új helyben most szinte minden közösség élén új lelkipásztorok állnak, és hát ez az előkészülő találkozásunk és egy ilyen kedves baráti együttlét volt 2 héttel ezelőtt a főplébánián. A záró alkalom a Szent István király főplébánia templomban lesz január 21-én, azaz szombaton. Ezen a napon is este 18 órakor kezdődik majd a közös ima. Utazó kiállítássá vált a 30 legjobb fénykép, mely a Zempléni Település Szövetség Zemplént egy gyönyörű címmel hirdetett fotópályázatra érkezett be. A szervezet a Hegyköz, Bodrogköz és Hegyalja különböző településeire kívánja elvinni az ezekből összeállított molinó kiállítást. Ez jelenleg a Kazinczy Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű, nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola előterében tekinthető meg. A közelmúltban 39 településről közel 200 fotó érkezett a Zempléni Település Szövetség Zemplén te gyönyörű címmel hirdetett fotópályázatára. Ennek célja az volt, hogy a tanulók észrevegyék azt a környezetet, amiben élnek. Ezek közül választották ki azokat, amelyek leginkább felhívják a figyelmet Zemplén értékeire. A legjobb képekből egy utazó kiállítást hoztak létre, mely a Zemplén településeit járja be tavaly ősz óta. A Magyar Falu 2021-es programjába volt meghirdetve, mármint a pályázati lehetőség, a tematikát, a formát, a miértet azt a szövetség elnöksége határozta meg, és célzottan a 11-14 éves korosztályt kerestük meg ezzel a történettel, és azért gondolkodtunk az online jelleggel mentén, mert hát lássuk be, hogy minden gyereknek van már mobiltelefonja, abban van fényképezési lehetőség, és akkor az nem olyan dadogós, hogy most beküldöm, nem küldöm, hova küldöm, elveszett, nem veszett el. Egyszer-kettő bizonyítja a jó gondolkodásunkat az is, hogy 199 képet küldtek be a gyerekek. Itt a Sátoraljóhelyi Általános Iskolában most az első 30 képet applikáltuk fel egy kiállításra, amely mobil jellegű kiállítás. Ez azt jelenti, hogy a Település Szövetségnek a működési területét lefedi, és leutaztatjuk, ha szabad ilyen jelzőt mondani. A kiállítás jelenleg a Kazinczy Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű, nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola előterében tekinthető meg. Örültem a megkeresésnek, hogy itt is ki szeretnék állítani ezt a kiállítást, hiszen a mi gyerekeink is nagyon szeretnek fotózni, sokszor, ugye most már mindenkinek van mobiltelefon, használják a telefonukat fotózásra, és hogy megkerestek, én örömmel mondom, elfogadtam ezt a megkeresést, és ennek alapján most kiállítottuk. 2 hétig marad itt nálunk a kiállítás, hogy mindenki, minden gyerek meg tudja nézni, és lehet, hogy van ismerős is a nyertesek között, a neveket ott találjuk a képek alatt, és akkor megismerik. Lesz talán egy második forduló is, amivel még aktívabban részt tudnak majd venni a gyerekek. A tárlat már látható volt másik Sátoraljóhely helyszínen, Pálházán, de elviszik majd a tervek szerint a Bodrog közbe, a Hegyalja és Takta köz irányába is. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. A mezőgazdaságban szeretne dolgozni a Sátoraljóhelyi polgármester ösztöndíjasa. Költségvetés és tervezés, Abaúj és Zemplén polgármestereivel egyeztetett Dugai Miklós államtitkár. Kezdetét vette Sátoraljóhelyen is az ökumenikus ima hét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!